hallgattunk következik, csak úgy, mint az elmúlt héten egy fiatal honvéd játékost mutatunk be. A futball és a zene között nagyon sok a hasonlóság. Itt is tulajdonképpen ugye közönség van, a zenében is közönség van. Akkor itt is ugye felkészülési időszakok vannak, ugye a hétköznap az edzések, a zenében ugyanez, próbára kell járni, ugye össze kell gyúrni a dolgokat. Ott is egy csapat dolgozik együtt, nem egyénileg történnek a dolgok, ugyanúgy, ahogy a futballban. Ugyanúgy utazni kell, ugye például külföldi vagy vidéki mérkőzésekre. Ugye a zenekar ugyanez, hogy beül a turnébuszba és elmegy vidéki városokba, külföldre, és előadja a maga kis előadását. Rögtön felismertem a tehetségét, és ami a leginkább meggyőzött, az a mentális stabilitása volt. Teljes erejével a munkára koncentrál, látszik, hogy el akar élni valamit kapusként is, és nagyon szeretem a stílusát. Igazából nem egy normális ember, de hát mit várunk tőle, hiszen rockzenész. Ez a sász teljesen örült, nem hiábát kapus, aki a pályán teszi magát, az a zenében is valahogy így. Egy biztos, nagyon érzi a ritmust. Nem ismerem régóta, de ha úgy focizik, mint ahogy gitározik, akkor sok türelmet kívánok a szurkolóknak. Kemenes Szabolcs vagyok, a Budapest Honvéd hálóőre. És a Venenation gitárosa. Melyiket kezdted előbb, a zenélést vagy a focit? Hát a futballt. A futballt. Az sokkal korábban jött. Az tulajdonképpen már egész pici korom óta, ahogy megtanultam járni, ez automatikusan jött. Igazából a kiskoromban ez volt az egyetlen egy dolog, ami lekötött, és ami előtt el tudtam mücsörögni és nézni a meccseket, a többi az nem. A zene az sokkal később jött, főleg ez a fajta zene. Tehát előtte is volt már a zenehallgatás, ugye kicsiként mit hallgat az ember? Ugye halászjutkát és a 100 fok Celsiust meg ilyeneket, ugye az ment, az természetesen egész manókorban is, viszont ez a heavy metal stílus az olyan 13 éves koromban kezdődött. Méghozzá úgy, hogy serdülő valahányban játszottunk, és az egyik csapattársa, még a nevére is emlékszem, Máté Zolinak hívták, lehozott egy Sepultura kazettát az edzésre, hogy ezt hallgassam meg, hogy ez milyen jó. Hát mondom, mi bajom lehet, hazavittem, betettem a rádióba, és mondom, te Jézusom, mondom, elrobott a rádió, vagy valami recseg, nem jó. Hát kiderült, hogy ez a zene, igazából nem robott el semmi, de az akkora hatással volt, hogy ez tulajdonképpen most már idestóva 11 éve kíséri az életemet. A zenekar neve az, hogy Venenation. Reméljük, hogy a kedves tévénézők is sokat fognak hallani erről a zenekarról, bár műfajilag előre szólok, hogy nagyon underground stílus a miénk, viszont mi ezt szeretjük. Miért ez a név? És egyáltalán mit jelent? Igen, ez a mit jelent? Ez a legszebb, hogy elvileg az angolul van, gyakorlatilag az angolok szokták kérdezni, hogy ez mit jelent, mert hogy ők se tudják. Ez úgy jött, hogy a dobos rác valamit az interneten keresgélt, és valahogy megtalálta ezt a szót. És ez elvileg valami orvosi szakszótárba találta, elvileg mérgezést jelent, gyakorlatilag erre még nem találtunk bizonyítékot, hogy valóban ezt jelenti, viszont jól hangzott, úgyhogy ez így rajtunk is maradt, úgyhogy én abszolút rábólintottam a Tomi ötletére, hogy akkor legyen ez. Ja! Énekelni szoktál, Szabi? Hát az előteljes túlzás, hogy énekelni, inkább ordítok, mint ami a csövön kifér. Egyébként, amikor itt zenélsz, akkor ki tudod kapcsolni? Jó ez arra, hogy kikapcsoljad azokat a dolgokat, amik a pályán történnek? Persze, teljes mértékig jó. Igazából ez azért jó, mert a zenében is elég ambiciózus vagyok, ugyanúgy, ahogy a srácok is, meg a futballban is. Úgyhogy ez a kettő tulajdonképpen, amiről már beszélgettünk, ugye, hogy a foci meg a zene nem sok mindenben különbözik. Itt is megvan az, hogy ambiciózusak vagyunk, megyünk előre, csináljuk a saját dolgunkat. De az, hogy éneklek, az erőteljes túlzás, tehát itt ilyen kényszer történet volt, hogy én álltam a mikrofon mögé, és szerintem ez majd lehet, hogy változni is fog, de amíg lehet, addig ordítok, hogy gőzölögjön a fejem. Kapuba kényszerből álltál, mert
sok kapusról hallani, hogy azért állt oda, mert erről nem volt jó. Nem, oda nem, ez egy érdekes történet, mert ott már a legelső edzéstől kezdve kapus akartam lenni, tehát ez így jött magától. Úgyhogy igazából az ordítás tulajdonképpen ott is megvan, amikor a védelmet kell irányítani, és van egy-kettő, aki nem úgy próbálja csinálni a dolgokat, ahogy én elvárom, akkor muszáj, hogy lilagőzös legyen a fejem, és ordítsak velük. Itt kamatoztatom azt a fajta ordítást, csak itt kicsit más jelleggel. Ja! Most ugye téged az ország közvéleménye akkor ismert meg igazán, amikor hazatértél Angliából a Fradihoz, de hogy kerültél oda ki, és amikor kikerültél, mi történt a zenével? Akkor igazából még nem alakult ilyen komoly zenekaros történet. Volt ilyen 15-16 éves korunkban volt egy ilyen hát igazi agyzúzás próbálkozásunk. Csepelen próbáltunk egy olyan próbahelyen, ahol a falból kinőtt egy fa konkrétan. Tehát ilyen bunker létesítményben is van, irgalmatlan zajt produkáltunk, és arra emlékszem, hogy nem tudtuk, hogy hol a dalnak a vége. Tehát játszottuk, és így néztünk egymást, hogy most mikor lesz vége annak, amit játszunk, és akkor úgy gondoltunk egyet, és akkor vége lett a dalnak. Tehát ilyen nagyon jó hangulatba teltek, és tényleg ilyen brutális próbák voltak. Arra nagyon jó volt, hogy olyan bruttó 12 órát sípolt a fülem egy próbák után, tehát az remek volt. Viszont ez úgy elmaradt, és azóta azok a srácok, akikkel akkor elkezdtem, ők azóta is folytattak, és most már egy minőségi szinten, természetesen underground szinten zenélnek, de igazából Angliában kim volt velem a gitárom, de teljesen megállt ez a zenei élet. Ott csak a foci volt. És melyikre bólintanál rá inkább, a Wembley-ben a válogatott kapuját védeni, vagy egy teltházas koncert? Hát én mondjuk úgy csinálnám, hogy szombaton egy angol-magyar, és egy nyerünk megint 6-3-ra a Wembley-ben, és utána mondjuk vasárnap este meg egy teltházas buli. Azt ugye el tudnám képzelni. Kit választanál előzenekarnak? Előzenekarnak? Hát mondjuk egy ilyen, mondjuk kezdhetne a Slayer, utána mondjuk esetleg a Metallica, és akkor jönnénk mi. Hát reméljük, hogy nem akkor nyerünk legközelebb 6-3-ra az angolok ellen, amikor a Slayer és a Metallica lesz a Venenation előzenekara, mert gyanítom, hogy akkor nem sok örömünk telik a futballban. Jó fejsrác. Nagyon jó fejsrác, és ez tényleg jó. Hát a zene és a futball az tulajdonképpen azért rokonlelkek természetesen, ugye a ritmus mind a kettő. Most a zenébe több a ritmus, mint ami a futballban van, de egyébként ez egy nagyon jó dolog, és hát nagyon szimpatikus, ahogy nyilatkozott, ahogy elmondta, magabiztos, mind a két területen, ezt így kell. Bár ugye azt jobban ismerjük, hogy véd, de a gitáros kolléga dicsérte kevésbé. Hát erre mondják, hogy az embernek nincs szüksége ellenségre, ennek a barátaival elboldogul. De hát ráadásul szerencsére Kemenesei esetében nem az a mérce a futball tudására, hogy énekel. Tehát nem ezt a kettőt kell összehasonlítani, ennél azért magasabban van a léc. Kényszer énekes, majd talál a zenekar. Szerintem egyéniség, de én azt mondom, hogy ő még többre is viheti ennél. Tehát nagyon jó a beszélőkéje, ahogy szokták mondani, még azt is el tudom képzelni, hogy valami komolyabb helyen, akár újságírói vérája is lehet a srácnak. Tehát én azt gondolom, nem egy elveszett gyerek. Az már egy harmadik szakma. Na nézzük, hogy végződött itt a Zuhany híradóban a ma esti kérdésünkre adott...